Napelemek a Nyírcsahogy hivatal épületének tetején. Ez is a szomszédos irodaház is a közelmúltban öltözött új köntösbe. Energetikai szempontból és belülről is megújultak, összesen több mint 70 millió forintból. A részletekről a település polgármestere beszélt a 35 percben. A födém szigetelése, a homlokzat szigetelése, fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje történt az épületekben, mindkettőben. Valóban környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjából is nagyon-nagyon nagy lépés ez a településünk számára. Nyírcsahogyban a közelmúltban is számos fejlesztés történt. Az 50 millió forintból elkészült termelői piacot tavaly ősszel adták át, azóta fontos szerepet tölt be a helyben megtermelt zöldségek és gyümölcsök értékesítésében. Emellett további projektek valósultak meg a településen. Megújult az óvoda konyhája, új eszközökkel gazdagodott a védőnői szolgálat, fejlesztették a temetőt, és egy traktort is beszereztek árokású adapterrel. A csapadék és belvízelvezető rendszer is korszerűsödött a község utcáin. A következő hónapokban pedig a nevelési intézmények helyében és funkciójában történnek változások. Van egy óvodánk, egy 100 férőhelyes óvodánk, és ez most egy ennek a megépítésére, illetve új épület építésére kaptunk forrást, illetve nagy igény van bölcsőde kialakítására Nyírcsaholyban, hiszen ezt most társulás kapcsán látjuk el ezt a feladatot. Így a 100 férőhelyes óvoda megépítését követően a jelenlegi épületből mini bölcsőde lesz majd, ez a jövő évben fog realitássá válni. A közösségi ház egy részének belső felújítása is megtörténik, és a fűtési rendszert is korszerűsítik az épületben. Ugyancsak a Magyar Falu program keretében alakítanak ki óvodai játszóudvart a következő hónapokban. A polgármester arra is kitért a beszélgetés során, hogy a településen sokan telepedtek le a közelmúltban, főleg olyanok, akik az 5 kilométerre lévő Máté-Szalkán dolgoznak.